Ukrajna soha nem fog beleegyezni az Oroszországgal fennálló konfliktus befagyasztásának egyik lehetőségébe sem, közölte Volodymyr Zelenszky a legfelső tanácsban megtartott beszédében, számolt be a UNN. Az ukrán elnök hangsúlyozta, minden befagyasztott konfliktus háború. Egy háború, amely minden bizonnyal egyszer újra lángra kap. Ukrajna soha nem fog beleegyezni a befagyasztott konfliktus egyik lehetőségébe sem, egyikbe sem. Éppen ellenkezőleg, Ukrajna segíteni fog a világ összes többi népének, akik a mi békeképletünkkel keresik a valódi békét, hangsúlyozta az elnök. Ezzel egy időben az államfő fokozott biztonsági intézkedések bevezetését rendelte el a fehér-orosz-ukrán határon, miután a Wagner orosz magánhadsereg zsoldosai a Moszkvával szövetséges országba érkeztek a kudarcba fulladt oroszországi lázadások után. A vezérkar döntése értelmében Valery Zaluzsny főparancsnok és Szerhij Najev tábornok parancsot kapott az északi határ megerősítésére a béke szavatolásának céljából, közölte Zelenszky a Telegramon közzétett videójában. Az EU példátlan döntése, hogy fegyverszállítással támogatja Ukrajnát az orosz agresszió kezdete óta, fordulópont az Európai Unió történetében, és egy lépés az európai védelem kialakítása felé, jelentette be Charles Michel, az Európai Tanács elnöke pénteken Brüsszelben, a kétnapos EU csúcs eredményeit összegző sajtótájékoztatón, számolt be az Ukrinform. Ezzel összefüggésben az Európai Tanács elnöke kiemelte az európai vezetők, Jens Stoltenberg NATO főtitkárral való csütörtöki találkozójának fontosságát, amely alkalmat adott arra, hogy kihangsúlyozza az EU és a NATO közötti partnerséget a kétoldalú együttműködési nyilatkozatnak megfelelően. Ami Ukrajnát illeti, egységesek és elszántak vagyunk, és ez az első üzenetünk, különösen az elmúlt hétvégén Oroszországban végbe ment fejlemények hátterében, amelyek sebezhetőségről, bizonytalanságról és szakadásról tanúskodnak. A másik fontos kérdés az igazságszolgáltatás és az elszámoltathatóság biztosítása orosz háborús bűnök kapcsán. Ezen a téren az EU szorosan együttműködik globális partnereivel. A harmadik pont a biztonsági garanciák. Természetesen ez kulcskérdés. Már csak 2 hét van hátra a közelgő vilniuszi NATO csúcsig, és ez egy fontos esemény, hiszen számos EU tagállam egy időben tagja a szövetségnek is, hangsúlyozta Charles Michel. Varsó érdekelt abban, hogy részt vegyen a NATO Nuclear Sharing programjában, amely keretein belül nukleáris robbanófejeket kapnak azok a tagállamok, amelyek nem rendelkeznek saját atomfegyverrel, jelentette be Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, tájékoztatott a Polsat News. Mivel Oroszország taktikai nukleáris fegyvereket szándékozik telepíteni Fehér-Oroszországban, arra kérjük az egész NATO-t, hogy vegyen részt a Nuclear Sharing programban, jelentette be Morawiecki, egyben hangsúlyozta, hogy Varsó is érdekelt a programban való részvételben. A végső döntés az USA és a NATO beli partnereinken múlik. Mi kijelentjük, hogy készen állunk a gyors cselekvésre ennek kapcsán. Nem akarunk tétlenül ülni, miközben Putyin egyre erőteljesebben fenyegetőzik, mondta a lengyel miniszterelnök. A Nuclear Sharing egy NATO program, amely a nukleáris elrettentés része. A projekt keretein belül nukleáris robbanófejekkel látják el azokat a tagállamokat, amelyek nem rendelkeznek saját atomfegyverrel. 2009. novembere óta a programon belül amerikai nukleáris fegyvereket telepítettek Belgiumba, Németországba, Olaszországba, Hollandiába és Törökországba. Július 1-től december 31-ig immár 5. alkalommal Spanyolország az Európai Unió soros elnöke. Ennek kapcsán az ország kormánya 4 prioritást határozott meg, számolt be az Ukrinform. Elsőként az Európai Unió ipari szerkezet alakításáról és nyílt stratégiai autonómiájának biztosításáról van szó. A harmadik országoktól való függés csökkentéséről az energetika, az egészségügy, a digitális technológia,
technológiák és az élelmiszer ellátás szférájában. Ezt újabb vállalatok és technológiák bevonásával, valamint Európa a külső beavatkozásokkal szembeni sebezhetőségének csökkentésével tervezik elérni. A spanyol elnökség második prioritása a zöld átmenet és a környezethez való alkalmazkodás előmozdítása. Az éghajlatváltozás és a környezet degradálása elleni küzdelem nem csak jogi, hanem erkölcsi kötelezettség is, ami óriási lehetőségeket nyit meg Európa előtt. A spanyol elnökség harmadik tevékenységi területe az elkövetkezendő 6 hónapban a társadalmi és gazdasági igazságosság előmozdítása. A spanyol EU elnökség 4. prioritása az európai egység erősítése. A bizonytalanság és a növekvő geopolitikai feszültségek világában az EU-nak egységesnek kell maradnia. Éppen ezért a tagállamoknak továbbra is előre kell lépniük az integráció és olyan eszközök fejlesztése terén, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy együtt nézzenek szembe korunk legnagyobb kihívásaival, áll a spanyol kormány közleményében. Az Európai Unió vezetői megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna hosszú távú finanszírozása mellett. Az EU továbbra is határozottan támogatja az ukrán gazdaságot, társadalmat, fegyveres erőket és a jövőbeni újjáépítést, áll az EU vezetők csúcstalálkozóján elfogadott határozatban. Az Európai Tanács tagjai hangsúlyozták, hogy a partnerekkel együtt stabil, kiszámítható és fenntartható pénzügyi támogatást kell biztosítani Ukrajna számára, sok éven át. Emellett ismételten felszólították az Európai Beruházási Bankot, hogy a közeljövőben működjön együtt az Európai Bizottsággal és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel Ukrajna legaktuálisabb infrastrukturális szükségleteinek támogatása érdekében. Az Európai Tanács összegezte az Oroszország befagyasztott eszközeivel kapcsolatos munkát, és felajánlja a tanácsnak, a főképviselőnek és az Európai Bizottságnak, hogy folytassák a munkát az uniós jogszabályokkal és a nemzetközi joggal összhangban, valamint a partnerekkel egyetértésben, áll a dokumentumban. Az EU és tagállamai eddig több mint 77 milliárd euró összegű támogatást nyújtottak Ukrajnának. 2023-ban az Európai Unió további 18 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatást hagyott jóvá Ukrajna számára, amelyből 9 milliárd eurót már folyósított. A Világbank igazgatósága jóváhagyta a 1,5 milliárd dollár összegű hitel kiutalását Ukrajnának. A kezességet a japán kormány vállalta, áll a Világbank sajtóközleményében. 2022. februárja óta a Világbank folyamatosan együttműködik a nemzetközi adományozókkal, hogy olyan sürgősségi finanszírozást biztosítson, amely segít Ukrajna kormányának az alapvető funkciók ellátásában. Ukrajna rendkívüli ellenálló képességről tett tanúbizonyságot az orosz invázióval szemben. Hálásak vagyunk az ukrán kormánynak, hogy a háború során a jövőt szem előtt tartva és az ország hosszú távú fejlődése érdekében végrehajtja a nehéz reformokat. A Világbank továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát, hogy segítse az ország és egy erős gazdaság újjáépítését, jelentette ki Antonella Bassani, a Világbank Európáért és Közép-Ázsiáért felelős alelnöke. Denis Mihál, ukrán miniszterelnök Telegramon közölte, hogy Ukrajna a Világbanktól kapott 1,5 milliárd dolláros kölcsönt a szociális védelem megerősítésére és a gazdaság helyreállítására használja fel. Hálás vagyok a Világbanknak és a japán kormánynak a gyors döntésekért, hangsúlyozta a miniszterelnök. Volodymyr Zelenszky aláírta Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsa az igazságügyi reform felgyorsításáról és a korrupció megnyilvánulásainak leküzdéséről az igazságszolgáltatási rendszerben szóló határozatának végrehajtásáról szóló rendeletet, számolt be az Ukrinform. A határozat végrehajtását a Nemzetbiztonsági Tanács titkára felügyeli.
A tanács rendelete értelmében a korrupciós bűncselekményekért 10-től 15 évig terjedő, vagyonelkobzással járó szabadságvesztés járna. A tervek szerint megerősítenék az esküdtszék intézményének szerepét. A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács javaslata értelmében a parlamentnek jóvá kell hagyni a bírók fegyelmi felelősségéről, valamint a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács felügyelői tevékenységéről szóló törvénytervezeteket. A rendeletet az államfő honlapján tették közzé, és kihirdetése napján lép hatályba. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága Telegramon közölte, hogy a legfrissebb adatok szerint a megszállók fokozatosan elhagyják a zaporizsiai atomerőmű területét. Az elsők között a Rosszatom az oroszok akcióit irányító három alkalmazottja hagyta el az állomást. Az orosz vállalattal szerződést kötött ukrán alkalmazottaknak is javasolták az evakuálást. Az utasítások értelmében július 5-éig kell elutazniuk a megszállt Krimfélszigetre. A mai adatok szerint Mancurova, a jogi osztály vezetője, Statsky főfelügyelő és Gubarjev, az állomás vezetőhelyettese már elutazott a félszigetre, áll a közleményben. Ezen kívül fokozatosan csökken a katonai járőrök száma az atomerőmű és az Enerhodári állomás területén. A zaporizsiai atomerőmű területén maradt személyzetet arra utasították, hogy bármilyen vészhelyzet esetén Ukrajnát hibáztassák, jegyezte meg a hírszerzési főigazgatóság. Ukrajna minden megyéjében ellenőrzik a területi szociális és beszerzési központok, azaz katonai toborzók munkáját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a feladat végrehajtásával Oleksij Pavlyuk altábornagyot, a védelmi miniszter első helyettesét bízta meg. Az ellenőrző bizottság tagjai a katonaságon kívül a rendfenntartó szervek, az ukrán biztonsági szolgálat és a nemzetbiztonsági ügynökség képviselői. Pavlyuk kiemelte, hogy az ellenőrzés alapos és kiegyensúlyozott lesz. Amennyiben korrupcióra vagy visszaélésekre utaló bizonyítékokat fednek fel, annak szigorú és jogi következményei lesznek, hangsúlyozta a miniszter helyettes. A Parlament pénzügyi adó- és vámpolitikai bizottsága támogatja a háború előtti adórendszer visszaállításáról szóló törvénytervezet szövegét. Számolt be Jaroszláv Zseleznyák parlamenti képviselő Telegramon. Elmondása szerint a törvény valószínűleg augusztus 1-től lép hatályba. Zseleznyák közölte, a dokumentum tartalmaz egy rendelkezést, amely értelmében eltörlik a vállalkozók számára azt a lehetőséget, hogy 5% helyett 2%-os adót fizessenek. Az ukrajnai állami újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési ügynökség 2023 folyamán 40 híd újjáépítését tervezi. Az elmúlt időszakban az országban 346 infrastruktúrális létesítmény semmisült meg a harcok során. Ennek jelentős része az állami utakat érinti. Az ügynökség eddig ideiglenes átkelőhelyek építésével biztosította a zavartalan közlekedést. A kiadott közlemény szerint Ukrajnában több mint 16 000 híd található, a többségüket, körülbelül 10 000-et a helyi hatóságok felügyelnek. Az ügynökség hatáskörébe csak az állami utakon lévő hidak tartoznak. A kormány egy bizottságot hozott létre, melynek feladata az állami hidak állapotának felmérése, a dokumentáció, a létesítmények és annak elemei szilárdságának vizsgálata, a terhelési számítások elvégzése. A tavalyi évben Ukrajnában 41 hidat sikerült újjáépíteni vagy megjavítani. Minden nehézség ellenére a jövőbe vetett erős hittel és bizakodással az idén is útjára indítjuk a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem adománygyűjtő kezdeményezésünket, áll a Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány közleményében. Az akció szervezésében kiemelt szerepet vállalnak a KMKS alapszervezetei, a történelmi egyházak és más civil szervezetek. Az adományok begyűjtésére az eddig jól bevált gyakorlat szerint a parókiák, illetve KMKS
alapszervezetek közreműködésével kerül sor az alábbi gyűjtőpontokon. Református líceumok, a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai központja, a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánius Református Gyermekotthon, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász, a Karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus líceumban. A gyűjtés július 3-án indul a kárpátaljai búza összeöntő ünnepségre 2023. augusztus 12-én Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánius Református Gyermekotthon területén kerül sor. A magyar kormány támogatásával 2019-ben indult útjára a kárpátaljai kultúrkaraván. Azóta a program keretében számos magyarországi színvonalas előadást láthatott a kárpátaljai közönség. A szervezők legutóbb Wolf Katit hívták meg egy kárpátaljai körútra. Az énekesnő külön előadással készült a gyermekeknek és a felnőttek számára is. Wolf Katit örömújongással fogadta az a mintegy 200 gyermek, akik a Beregszászi járás három kistérségéből érkeztek Makkos Jánosiba. Az óvodások és kisiskolások minden bizonnyal hallották már a dalait. Az egyik kislány előadás közben meg is hívta a születésnapjára, hogy énekeljen ott is. Elküldték a fényképen haza is, és én meg megnéztem, hogy hol van a képen, és úgy akartam lenni. Úgy meghívtam a szülinapomra. Azt nem tudjuk, hogy az énekesnő elfogadta a meghívást, de az biztos, hogy az aznap 4 éves Fanninak a csoporttársaival közösen elénekelte a Boldog Szülinapot című dalt. A koncert interaktív formában zajlott. Például fel kellett ismerni ezt a ritka, sajátos hangot kiadó hangszert. Egy kisfiú rögtön rávágta, ez a kazu, más néven gatyasíp. Persze ismerős gyermekdalok is felcsendültek, és végül mindenki jókedvűen indult haza. Nagyon tetszett, táncoltunk, énekeltünk, kiabáltunk, jól éreztem magam. A mi mindennapjainkat ezek a játékos, táncos, dalos dolgok képezik. Nagyon-nagyon kell a gyerekeknek, nagyon-nagyon fontos dolognak tartjuk mindenféleképpen, ezért is dolgozunk egy ilyen hagyományőrző óvodában. Odahaza kevés hasonló dolgot kapnak, és élvezik a napot, sírás nélkül érkezünk, és egész nap pörgünk, pont úgy, ahogy ezt most tapasztaltuk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget. A Kárpátaljai Kultúrkaraván 2022-es események után át kellett, hogy gondolja azt, hogy milyen programokat tud egyáltalán Kárpátaljára kihozni, hiszen tudjuk, hogy ez most nem a koncertek, nem a nagy volumenű produkciók időszaka, és emiatt módosítást is kértünk, hogy költségvetésileg ezt meg tudjuk oldani. Ebből adódóan lemezkiadással, külföldi tájolással is foglalkozunk, és jött egy ötlet, hogy a helyi közösséget hogyan lehetne egy kis lélekemelő programmal támogatni, ezért 70 levelet küldtünk ki magyarországi hírességeknek, nevezetességeknek, és ez különböző területű irodalom, zene, gasztronómia, és meghívtuk őket, hogy a jelenlegi körülmények között ki az, aki be tudná vállalni, hogy Kárpátaljára érkezik. És Wolf Kati volt az első olyan előadó, aki erre pozitívan és abszolút nyitottan jelentkezett, és mondta, hogy kis volumenű előadást tud hozni gyerekeknek, felnőtteknek szóló, ami tényleg inkább lélek emelő, mint hogy mondjuk szórakozás vagy buli lenne. Így jött jelen pillanatban ez a Wolf Katis rendezvény, így jött a Gyerekszáj és az nyár este Wolf Katival programunk is. Egyik helyszíne a Munkácsy Mihály Magyar Ház volt, ahol Krisztina kötetlen beszélgetést folytatott Wolf Katival. A művésznő beszélt a családjáról, a karrieréről, az életében bekövetkezett buktatókról és sikerekről. Ezt követően jött a koncert a jól ismert melódiákkal. Így lett ez az este érdekes és igazi kikapcsolódás. Én nagyon jól éreztem magamat, nagyon jó kilendülni a hétköznapokból, a hírekből, amit minden nap látunk
a tévékbe, az interneten. Lehet, hogy akár az éjszakáink is nem úgy telnek, mint ahogy a háború előtt, úgyhogy ezek nagyon jó kis pillanatok, amit együtt tudunk tölteni, mint magyarok is, meg egy kicsit kilendülni, a zene az nagyon, nagyon segít ebben. A lelki felüdülés, a kulturális rendezvények iránti vágy volt az, ami miatt sokan eljöttek a koncertre. Többen érkeztünk a mostani estére, épp arról beszélgettünk az idevaló úton, hogy olyan rég voltunk már színházba. Korábban, amikor volt erre lehetőség, hogy egy-egy alkalommal egy színházi előadást megtekintsünk, akár 20-30-an is elindultunk a lakhelyünkről azért, hogy egy színvonalas előadáson részt vegyünk, és éreztük, hogy utána egy jó ideig lelkileg fel vagyunk töltődve, az ember kilép a szürke hétköznapokból, és egy kicsit át tudunk szellemülni. Én úgy gondolom, hogy ezekben a mostani időkben még inkább szükség lenne erre, ugyan ezek a kulturális események a helyzetre való tekintettel megritkultak, ezért különösen örülünk a mai estének, hogy ez megvalósulhatott, és itt lehetett a művésznő azért, hogy bennünket is egy kicsit jobb kedvre derítsen, és egy kicsit túllépjünk azon, amiben hogy benne élünk a hétköznapokban lassan másfél éve. Jó ismerős arcokkal találkozni, mert rengeteg ismerős volt itt a sorok között, és különösképpen sok erőt lehetett meríteni a művésznőnek, hát hadd mondjam így az élettörténetéből, amit önmagáról, saját életéről elmondott, hogy a valóságban is nem minden happy end, de mindenből lehet tanulni, és mindig lehet erőt meríteni, és így tovább haladni egy reményteljes jövő felé. Saját bevallása szerint a művésznő azért vállalta a kárpátaljai utat, mert a nehéz körülmények miatt szeretett volna egy kis színt vinni az itt élők életébe, és erőt adni a megpróbáltatások közepette. Ahogy fogalmazott, ő ennél sokkal többet kapott. Amikor megkerestek bennünket Krisztináék ezzel a programmal, akkor azonnal rácsaptunk, hogy nem jutott eddig eszünkbe, hogy jöjjünk ide és énekeljünk, mert egyébként ugye jár ide a Magyar Zenész Társaság vagy Társadalom föllépni, de valahogy a háború miatt így minden megrekedt megállt. És nagyon-nagyon örültünk, hogy minket megkerestek, és nagyon boldogan jöttünk. Kicsit persze félve, hogy vajon hogy élnek most itt az emberek. És az igazság, hogy hát egy 3 napot töltöttünk itt, de annyi feltöltődést kaptunk mi. Mi azt gondoltunk, hogy mi jövünk ide koncertet adni, de igazából sokkal-sokkal többet kaptunk mi, és annyi szeretetet, annyi gondoskodást, és annyi jót kaptunk, hogy teljesen feltöltődve megyünk haza. Én csak remélem, hogy ennek egy kis részét talán mi is vissza tudtuk adni. Tényleg fantasztikus 3 napunk volt, olyan vendéglátásban volt részünk, olyan gondoskodásban, hogy... És hát azért szépen lassan beavattak minket a helyiek, hogy... Mert amikor bejössz, akkor nem lehet látni hirtelen, hogy háború van. És hogy mesélték a személyes történeteiket, hát rengeteg érzéssel megyünk haza. Tudtam, hogy beszélgetések is lesznek. Ezt én nagyon szeretem, mert egyébként nem szoktam a magánéletembe betekintést engedni, nagyon-nagyon keveset, de ezeknél a beszélgetéseknél tényleg el tudom mondani az én gondolataimat, miért lettem énekesnő, mi az, amit szeretnék a közönségnek adni, és erre egy nagyon-nagyon nyitott közeg és kíváncsi közeget kaptam itt. Én úgy készültem, hogy valahogy biztos ezt a nagyon nehéz helyzetet, meg szomorúságot kell oldanunk, de igazából annyi jót nem is tette ránk senki,
a nehézségeit, pedig mindenkinek megvan a személyes tragédiája, hanem mégis nagyon tele voltunk jó érzésekkel, szép történetekkel, dacára, hogy egyébként egy háborús időszakot él ez a sok-sok ember. Úgyhogy nagyon-nagyon sokkal-sokkal több pozitív dolog ért minket, mint amennyire féltünk attól, hogy nehéz lesz itt lenni. A rendezvénysorozatnak jótékonysági jellege is volt, hiszen a felnőtteknek szánt előadások után pénzbeli adománnyal lehetett támogatni a harcban elesett katonák családjait. A fellépéseket követően mintegy 20 ezer hrivnya gyűlt össze. Nagy öröm számokra, hogy újra itt lehetünk ezen a szép nyári napon. Ilja Bródi naív művész alkotásait bemutató kiállítás nyílt a Munkácsy Mihály Magyar Házban. A 104 éves kölcsényi autodidakta festőművész 1965-ben kezdett el festeni. Számos járási, megyei és országos tárlat résztvevője. Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója, köszöntő beszédében kiemelte, rendkívüli eseménynek tartja, hogy a kiállításon a szépkort megért művész személyesen is jelen van. Meg is lepődtem, mikor megkeresett minket Kopriva Attila. Összesen azt hittem először, csak viccel, hogy tényleg van ilyen úriember, aki 104 éves, és egy ilyen nagy festő, gyakorlatilag itt lakik Munkács mellett. És ő akkor elmondta, hogy tulajdonképpen mikor 100 éves volt, akkor szerették volna ezt a kiállítást megszervezni, de nem sikerült, ugye volt a pandémia, háború, de hát már nincs mit húzni, úgyhogy mi örülünk neki, hogy lehetőséget adunk, és én ahogy elmondtam, gyakorlatilag mindenkinek azt fogom kívánni, hogy a dédunokája énekeljen ilyen szépen a bácsinak, hiszen ez nem akármi, hogy ilyen kort megélt valaki. És én azt gondolom, hogy a művészete se elhanyagolható. Tehát látszik azt, hogy ő ha nem is tanult, de mégis azt festett el, amit látott. Tehát látunk itt egyházi tematikát, látunk itt idős néniket, lehet, hogy még magyar faluba valahon elkapta ezt a pillanatot. Tehát tényleg egy élő történelem a bácsi. És gyakorlatilag el is mondtam, hogy én például az Alkotói Hétről jövök most, a Horváth Anna Alkotói Hétről, és ő most lenne 99 éves, és biztos, hogy ismerték egymást. Tehát, hogy tényleg ez egy óriási dolog, hogy találkozunk, és hogy ilyen lehetőség van még életében ilyen kiállítást szervezni. Ilja Bródi 1966-ban szakmát váltott. A Munkácsy vasútállomás mozdonyvezetőjéből a Kirov vasgyár dekoratőre lett, ahol Vilásek Rudolf festőművész volt a munkatársa. Fia Tibor mindmáig szoros kapcsolatot ápol Illés bácsival. Illés bácsi édesapámnak volt a barátja. Együtt dolgoztak a vasgyárban, kirovai vasgyárban, és gyerekkortól már ismerték egymást, aztán amikor már én is ecsetet vettem a kezembe, akkor közelebből megismertem, volt, hogy együtt jártunk ilyen alkotótáborokba, de meg hát aztán látogatott engem, én őt is, kiállításokon találkoztunk, egy roppant, egy jószívű, rendes, egy valásos ember, akit ma nagyítóval kell keresni, egy ilyen embert. Amikor nekem mutatta azt, még 90 éves korában, hogy a görögkatolikus templomban megfestette ezt a keresztúti ájtótosságot, a 13 festményt, és ahogy mondta nekem, hogy azt mondja, még pénzt se vettem el ezzel. Hogy annyira egy valásos ember, mi látjuk az ő festményén, hogy sok ilyen valásos téma, szentképek neki otthon rengeteg van, amit ide nem hoztunk el, de én nem tudom, hogy mi az titka ennek a hosszú életnek. Valamikor azt mondta, fiacskám, egyet nem szabad idegeskedni. Négy gyermekes apa, két fia, két lánya volt, melyik fiát eltemette, és azt mondja, nálunk a családban soha nem volt magas hang, soha senki nem kiabált, soha senki nem veszekedett, mindig jó hangulat volt, csend volt. Lehet, hogy ez az élet titka, és az állandó mozgás. Te gyakran látogatod? Hát az a baj, hogy eléggé keveset látogatom, de amikor van rá lehetőség, mindig. Illés bácsi soha nem felejti el, felhív minket, mert én romai katolikus vagyok, akkor karácsonyunkra felhív. Születésnapomat nem felejti el, és igyekszik elsőnek, felhív, verset mond nekem. Neked olyan szeretettel beszélsz, mint hogyha pótapukád lenne.
ő azt is mondta, hogy azt mondja, téged elfogadlak, mint az édesfiam. Úgy van, igen, mert annyira kedvelt, igen. Tájképek, figurális alkotások, egyházi tematika. Kopriva Attila művészet történész kiemelte, Illés bácsi alkotásai a nyugalmat sugározzák, festményei szeretetteljesek és őszinték. Ez egy rendkívül esemény, mert talán először Kárpátalján egy művész, 104 éves művész a saját kiállításán és résztvevője. És a másik szempont ez az, hogy Kárpátalján nagyon kevés olyan autodidakta művész van, aki ilyen magas szinten, művészeti szinten csinálja a képzőművészetet, és az egyik ez Illés bácsi, akit úgy nevezünk mindig. Annyiban érdekes, mert rengeteg országban volt a szovjet időszakban, amikor még nem szabad volt kiutazni, és onnan olyan motivumokat feldolgozva képein bemutatta, most is a kiállításon van, vagy öt mű, ami ott készült, abban a korszakban készült. De ezen kívül bármilyen motivum, amit ő készít, ez nagyon őszinte, nagyon szeretetteljes, és ez nagyon kisugárzik a munkáiból. Mi tudjuk, hogy a naív művészetnek a fontossága az nagyon nagy, hiszen a Csontvári Kosztka Tivadar, vagy a Grusz Pirosz Mányi, vagy a Russo, aki az impressionistákkal állított ki, vagy esetleg az ukrán Katerina Belakur, vagy Hanna Szobácska, vagy Hanna Premechenko. Ezek a művészek, ezek teljesen, hogy mondjam, más úton fejlődnek, és ezek egyéni formákban érvényesülni, amelyeket nem lehet megtanítani. Ez csak egy ösztönből alakul ki, és ezt vagy az Isten megadja, vagy sajnos nem. Az Illa Brody alkotásait bemutató tárlat július 20-áig tekinthető meg a Munkácsi Mihály Magyar Házban. Szerszévet, dologja, itt, na dolgozik, jól,